Egy nehéz döntést hozott meg Zubai Szabolcs, a magyar férfi kézilabda válogatott egyik motorja, alapember, aki 13 éven keresztül bizonyított a nemzeti csapatban. A beálló már hosszú ideje fontolgatta, hogy befejezi válogatott pályafutását, a januári világbajnokság után pedig ezt be is jelentette. A válogatott az egy olyan érzés, amit minden sportolónak kívánok, hogy válogatott legyen, és érezze azt, amikor a himnusz neki szól, érezze azt, amikor 10 millió embert tudja képviselni, benne van abban a pici magban, abban a 14-16 emberben. Ez az érzés, ez megfizethetetlen. Erről mondott le most Zubai Szabolcs, a magyar férfi kézilabda válogatott beállósa, akinek sokat köszönhet a csapat és a hazai kézilabda. A szurkolók még emészgetik a hírt, amit Zubai Szabolcs a franciaországi világbajnokság után jelentett be, mégpedig, hogy 13 év után 33 évesen lemondta a válogatottságot. Úgy gondolom, hogy ez ennek most így van rendjén, és így lehet szépen lezárni egy dolgot. Azt a részét szeretem, amikor én tudok dönteni, és az nekem nagyon fontos, mert egy ilyen ember vagyok, nem tudom, egyszerűen szeretem a dolgokat én kézbe tartani, a saját életemet, saját magamról szeretek én döntéseket hozni, és úgy gondolom, hogy ez így volt kerek. Nem volt könnyű döntés ez számára, régóta érlelődött már a MOL Pixeget beállósában, aki édesanyjával osztotta meg elsőként. Így vele közöltem, hogy én ezt a dolgot ezt így gondolom, ő mondta, hogy tudomásul veszi, de attól függetlenül még van bennem. Ezt természetesen édesanyám így gondolta, én pedig mondtam, hogy én is így gondolom, de attól függetlenül én ezt a döntést most meghoztam. Zubai Szabolcs 211 válogatott mérkőzésen 308 gólt szerzett címeres mezben. A csapattársak is nagyon sajnálják, hogy befejezi a válogatott pályafutását. Jó barátjával, a kapus Miklár Rolanddal korábban volt már erről egy beszélgetése. Mondta, hogy még azért sokáig együtt leszünk, hát mondom, hogy azért ez nem ugyanaz, mert amikor te mondom a kapuba védesz, vagy kiállsz nyújtani, én addig, amikor támadást gyakorlunk, és netán nem én támadok, hanem védekezek, én akkor is verekszek, ha megyek a falba, akkor is verekszek, ha támadni megyek, tehát azért nekem teljesen más, hogy használódik el a testem. Ezen a poszton azért teljesen más ott lenni 39-40 éves korodik, mint egy kapus poszton, én legalábbis úgy gondolom, ezt nem lehet a kettőt összehasonlítani. 2004. december 27-én egy Szlovákia ellen 32-31-re megnyert mérkőzésen mutatkozott be a nemzeti csapatban, Skalicki László szövetségi kapitány irányítása alatt. Két góllal debütált, és ezek után a csapat oszlopos tagja lett. 20 éves korától szerepelt a válogatottban, kéztörés miatt csak egyetlen világversenyt hagyott ki. Azért ez a 13 év megszakítás nélkül én úgy gondolom, hogy az ember megfogja, mert nekünk igazából a téli időszakban nincs pihenőt. Ez a 3 napod van, amit karácsonykor otthon töltesz, egyébként a nyáron van az a 4 heted, mert ugye a válogatott miatt az is kitolódik. Azért a 13 év és maga a többi szezonok azért összetevődnek, és az én posztomon úgy gondolom, hogy ezt ha nem is felduplázódik, de akkor valahányszorosávra, legalább másfélszeresére meg lehet szorozni. Legjobb eredménye, amikor a válogatottal a 2012-es londoni olimpián 4. helyezést ért el. Az Izland elleni kétszeri hosszabbítás utáni győztes negyeddöntő az egyik kedvenc meccse. Úgy gondolom, hogy az izlandi mérkőzés az örök életemre belém fog égni. A második egy kicsit fájdalmasabb, ugyanezen az olimpián a Svédország ellen, amikor nem is tudom, egy vagy két gólról kaptunk ide azt a meccset. Én nagyon éreztem, hogy bennünk van, és igenis tudunk nyerni. Most pedig ez a dán mérkőzés. Úgy gondolom, hogy ezek azért olyan meghatározók. A magyar válogatott a 7. helyen végzett az idei franciaországi világbajnokságon, miután a negyeddöntőben, azt követően, hogy előzőleg az olimpiai bajnok dánokat búcsúztatta, kikapott a norvégoktól. Szabolcs a VB-n más forgatókönyvet képzelt el. Én úgy gondoltam, hogy azért a német-horvátból egyet megcsípünk, vagy X-et, vagy tök mindegy pontokat hozunk ellenük. A kötelező kettőt az begyűjtöd, majd jön a fehér rossz meccs, azt is behúzod, és akkor jött a keresztjáték, az pedig, hogy alakul a többit. Megnézzük egyet, megyünk, aztán utána kiki meccsen meglátjuk, hogy mi lesz, hát ehhez képest. Ugye Zakó, a két kötelezőt behoztad, az elsőt nehézkesen, a másodikat könnyeden. Utána volt egy kiki meccsod a fehér rosszok ellen, hogy hanyadik helyen fogsz tovább jutni, mikor már tudtad, hogy biztos lesz a továbbjutásod. Az a mérkőzésünk nem jött össze, majd mindenki eltemetett itthon minket. Majd jött egy dán, egy olimpiai bajnok ellen egy mérkőzésed, ami viszont győzelemmel sikerült, és tényleg olyan extázisban voltunk, amit én utoljára Izland ellen éreztem, és azt az örömet is utoljára Izland ellen éreztem, amikor az olimpián továbbjutottunk. Ha összességében nézem a képet, hogy 7. hely világbajnokságon, ez egy nagyon jó eredmény. Milliónyi szép emlékkel és élménnyel fejezi be Zubai Szabolcs a válogatott pályafutást, de szerinte egy kicsit lehetne kerekebb a történet. Marad bennem olyan hiányérzet, hogy egy érmet jó lett volna ez alatt a 11-2-3 év alatt elcsípni, és akkor azt mondom, hogy mondjuk azt az olimpiai bronzot, vagy ezüstöt, vagy aranyat, vagy tök mindegy olimpiáról egy érmet, akkor azért nagyobb mosolyal is könnyebben tudta volna ezt a dolgot elengedni. 13 év után pedig a legnehezebbre folyamatosan készíti fel magát.
Majd azokra az időkre leszek kíváncsi, amikor januárban Erdélyben majd VB lesz, nekem pedig itthonról nézni őket, az biztos, hogy az fájdalmas lesz, az fájni fog.